habbasóval zárta a nyarat, azóta pedig ugye megkezdődött az igazi szezon, ugye szeptembertől minden beindult, újra a Laffelt Kúria is várja a vendégeket. Milyen programokkal készülnek az idén? Köszöntöm a televíziónézőket. Igen, bent járunk már az őszi idénynek a javában, és hát szeptemberben beindult a klasszikus zenei koncert, városi rendezvény volt a Laffelt Kúriába, és hát fölkészültünk az év hátra lévő részére egy elég sűrű programmal, amire várjuk majd a kedves vendégeket. Hát októbernek is lesz egy olyan hete, hogy szinte majdnem minden nap rendezvény lesz a Laffelt Kúriában. Október 7-én a Zene Világnapja alkalmából a Zeneiskola fog tartani itt egy rendezvényt a gyerekeknek és a gyerekek részvételével. 11-én pedig már a Laffelt Kúriának a komoly zenei, klasszikus zenei programja kezdődik. Tavasszal volt egy nagy sikerű gyermekelőadásunk az Állatok Farsangja címmel, és hát ezen felbuzdulva ismét egy matini előadással szeretnénk a családokat és a gyerekeket invitálni a Laffelt Kúriába, aminek a címe a zeneszerzők is voltak gyerekek, és egy zeneiket csináló a kicsik részére. A honlapon, plakátokon meg lehet találni a részleteket. Mindenkit szeretettel várunk rá. Másnap, hétfői napon egy elég rendhagyó időpontban, de egy fotókiállításra várjuk a fotókedvelőket. Bemutatkozik Dunaharasztin a budafoki fotókör. Tavasszal volt a budafoki Péter Pál utcai polgári kör Dunaharasztin egy látogatáson, többek között a Laffelt Kúriába, és ez egy hagyományőrző egyesület, amelyik Budafoknak az egyik legrégebbi utcáját, a Péter Pál utcának a kultúráját, hagyományait, épületeit és az egész hangulatát próbálja megőrizni. Ők megnézték Harasztit, nagyon tetszett nekik, és most szeretnének bemutatkozni, és az egyesület tagjai közül sokan vannak benne a budafoki fotóklubban, és ők hozzák el több mint 40 fotóval Budafok tétény szépségeit, hangulatát, és ők fognak bemutatkozni, úgyhogy várjuk a fotókedvelőket 12-én hétfőn 18 órára. Petsz Nándor művelődés szervező fogja megnyitni a kiállítást, és közreműködik Kassai Zoltán harmonikán a Laffelt Kúriában. Még ugyanezen a héten, csütörtökön folytatjuk azt a sorozatot, amit szintén tavasszal kezdtünk meg, és amelynek keretében Lár András volt a vendégünk. Most a színészóriások következnek, melynek első vendége Molnár Piroska, a nemzet színésze, és vele ugyanúgy, mint Lár Andrással, Borzák Tibor újságíró fog beszélgetni, és hát reméljük, hogy a nemzet színésze nem csak egy beszélgetésre jön, hanem fog valami kis előadással, valami maradandó dologgal kedveskedni a nézőknek. Tehát Molnár Piroska október 15-én érkezik hozzánk 18 órától itt a Laffelt Kúria dísztermében. Október 16-án 18 órakor a Dunaharaszti művészeknek nyílik meg kiállítása az ateliében. A Magyar Festészet Napja és a 15 éves városi évforduló alkalmából rendezik ezt a kiállítást, amelyet Háló Gyula fog megnyitni. Erre is szeretettel várjuk a képzőművészet iránt rajongókat. Szeptember végén a Kapcsolatok Napja címmel volt egy egésznapos program itt a Laffelt Kúriában, és hát ennek az égisze alatt a Kapcsolatok sorozatban most egy ismeretterjesztő előadásra kerül sor szombaton, október 17-én 17 órától, a Természet élő kövei a kristályok, és Varga Anikó természetgyógyász kristályterapeuta előadása fog szólni erről az érdekes témáról, amire szintén várjuk az ezt érdeklődőket a Kúriában. Vasárnap pedig folytatódik a vasárnapi muzsika sorozatunk, amely be most október 18-án a bérletes sorozatunkat kezdjük meg, szintén a Magyar Virtuózok produkció keretében. A mostani bérletes sorozatunk az Korszakalkotók címmel zajlik, és a különböző nagy korszakokat fogják bemutatni az itt fellépő művészek. Az első része a sorozatnak a barokk
korról fog szólni, ahol Bach, Händel és Scarlatti szerzeményeit fogják előadni, Bizsák Dóra és Zentai Károly házigazdák zongorán, mint ahogy ennek a bérletes sorozatnak már évek óta ők a szervezői és házigazdái, és a meghívott vendégművész pedig Ambrózi Attila fagott művész lesz. Úgyhogy a bérleteket már lehet kapni a Laffert kúriának a kávézójában, illetve már a matiné koncerten is lehet, és jegyeket mindkét hangversenyre lehet vásárolni a Laffert kúriában, illetve online lehet rendelni a honlapunkon, vagy a megadott telefonszámokon. Végül pedig tavaly rendezte a DMTK szakosztálya a dr. Bence László emlékversenyt itt a Laffert kúriában, ami olyan nagyon jó sikerült, és olyan sikere volt, hogy hagyományt kívánunk teremteni, és a Laffert kúria mindig helyt adna ennek az emlékversenynek, vagy helyt ad ennek az emlékversenynek. Így kerül sor október 22-e és 25-e között a második dr. Bence László emlékversenyre itt a Laffert kúriában. A nevezés és minden információt Schubert Gyula sakszakosztály vezetőtől lehet kérni a plakáton és a honlapon megadott telefonszámon és e-mail címen. Van-e még egyéb más programunk októberre, de azt hiszem ez is kimerítő volt. Hát én úgy gondolom, és hát készülünk az év hátralévő részébe azokra a hagyományos rendezvényeinkre, amik már minden évben megrendezésre kerülnek a Laffert kúriába, gondoltak a karácsonyi hangversenyre, az adventre, adventi napra, és hát egyéb rendezvényeinkre, amit azért más kis programokkal is igyekszünk még színesíteni a jövőben. Amiről szintén majd hírt fogunk adni, de úgy gondolom, hogy a Laffert kúria az idén is minden korosztálynak és minden témában különböző programokkal várja az érdeklődőket. Kielégítőek a programok, úgyhogy igen, készülünk többek között a családi napra is a Nádor Lakóparkért Egyesületen. Majd ezzel is jövünk. Köszönjük szépen! Én köszönöm szépen a lehetőséget!